Ez az év is kezdődhetne kellemesebben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2023. január 11-én. Ez az Info Kisokos, a VGK informatikai podcast műsora, én pedig Berkon Norbert vagyok. Indulhatott volna jobban is ez az év, mert szerettem volna itt a számítógépen elvégezni a mai munkámat. De, mint ahogy időnként előfordul, a Józom azzal fogadott, amit már hallhattak a kedves hallgatók is, hogy angolul beszél, ami önmagában nem lenne probléma annak, aki angolul ért, főleg, hogyha a magyar szöveget nem angol kiejtéssel próbálná kimondani a Józunk, azt szeretném megmutatni, hogy mit kell ilyenkor tenni, ha véletlen úgy ébredt fel a számítógépünk, hogy egyszer csak angol kiejtéssel kezd el beszélni. Ez az érdekes beszédhang bizonyára sokan tudják, hogy az Eloquence nevet viseli. Ez volt a jaws az első beszéd szintetizátora, amivel alapból megjelent. És mi a vagy a Vocalizer expresszív hangot használjuk, a Mariska fantázia névvel ellátott beszédhanggal, vagy a profivoxal, ez egy férfi hang. Mind a kettőt meg fogom mutatni, hogy, hogy beszél, és mit lehet ilyenkor tenni. Nem kell kétségbe esni, mert ugyan sokan nem értik esetlegesen azt, amit a Jaws mond, de azért ki lehet választani újra a magyar beszédhangot, anélkül is, hogy értenénk, amit mond a jaws van egy asztali és egy laptop billentyű kiosztása. Általában a laptop kiosztással kerül feltelepítése. Ez azért fontos, mert attól függően, hogy melyik kiosztást használjuk, annak megfelelően kell használnunk azt a billentyű parancsot, amivel újra ki lehet választani a magyar beszéd hangot. Ha laptop kiosztást használunk, akkor a caps lock, azaz a nagybetű zár, plusz, Ctrl plusz Sándor betűt kell lenyomnunk. Ha pedig asztali kiosztása van a jaws akkor pedig az Insert Ctrl S, mint Sándor billentyű kombinációt kell használnunk. Ez a billentyűzet kiosztás nem azt jelenti, hogyha én egy asztali számítógépnek a billentyűzetét használom, mondjuk a laptopomon, akkor biztosan az asztali kiosztás van nálam használatban. Többnyire a laptop billentyű kiosztással települ a JAWS, aminél a jaws a billentyűje, a parancs billentyűje, a caps lock, azaz a nagybetűzár. zár. Ha pedig mi kifejezetten átállítottuk, mert asztali számítógépen használjuk a jaws akkor az inzert lesz a jaws a parancsbillentyűje. Én most laptop kiosztással használom, ezért megnyomom ahhoz, hogy ki lehessen választani a hangprofilok közül a profivoxot, azaz a férfi hangot, akkor megnyomom a Ctrl Caps Lock Sándor betűt, hang kiválasztása párbeszédpanel a lappert elmezet a mezzo eloquence gyári 1-7 a kicillolus deniol billen modus a alt plus a Ilyen gyönyörűen beszél nekünk a józunk akkor, amikor átállítódik angol beszédhangra. Azt mondta, hogy hangprofil kiválasztása párbeszédpanel eloquence gyári a kijelölést a nyílbillentyűkkel módosíthatjuk. Ez azt jelenti, hogy a lefelé és a felfelé nyilat tudom használni ebben az esetben. Meg is nézzük. Microsoft Mobile, Jayari, Profivox, Ez a Profivox. Erre, ha ráenterezek, Mappa nézet, lista nézet, Adobe Audition 1.5, 27 per 35. Megszólalt a Józunk végre magyarul, nagyon örülünk neki, viszont elő szokott fordulni olyan hiba némelyik gépen, hogy nagyon le van lassulva a beszédsebessége. Ekkor sem kell kétségbe esnünk, mert a kontroll. Alt, Windows és a Page App fogja gyorsítani nekünk a beszédsebességet, úgyhogy azt meg is jegyzi a Jaws. Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban. Majd a Ctrl Alt Windows Page Down, az pedig lassítja a beszédsebességet, ugyancsak meg fogja jegyezni a beállításunkat a Jaws. Lassabban, lassabban, Mindenki ezzel beállíthatja magának olyan beszédsebességre a Jost, ami erre szeretné, tehát ez már nem okozhat problémát. Előfordul olyan, hogy valamiért, amikor a profivoxot kiválasztjuk, akkor nem szólal meg a gépünk, ekkor nem tudunk mást tenni, mint hogy Windows plusz Mária betűvel kilépünk az asztalra, nyomunk egy Alt F4-et, úgyhogy a számítógépünk nem beszél, és egy hosszú U betűvel az újraindítás lehetőséget választva, erre enter nyomva újraindítjuk a számítógépet. Vagy pedig, ami még ennél azért egy kicsit biztosabb, ha valamiért a Profivox-ra, amikor átállítottuk a jaws akkor nem beszél a számítógép, akkor használhatjuk a ctrl Windows Enter billentyűt, Amivel behozhatjuk a Windowsnak a gyári képernyő olvasóját, a narrátort, és ezzel meg el tudjuk végezni az újraindítást. De azért általában ez a Ctrl Caps Lock S működni szokott, illetve a Ctrl Inzertes, attól függően, hogy kinek milyen billentyűzet kiosztása van beállítva a Józa. Nézzük meg azt, hogy mi van akkor, amikor nem nyilakkal választom ki a hangprofil, közül azt, ami nekem kell. Megnyomom a Ctrl Caps Lock Hangprofil kiválasztása párbeszéd panel alapértelmezett. Kombinált lista mező Profivox 3 per 7 a kijelölést a billentyűkkel módosíthatja Alt plusza. Azt már nem teszi hozzá, hogy vagy kezdőbetűvel is ugorhatunk a kívánt beszédhangunkra. hangunkra. Én most a V, mint Viktor billentyűt fogom használni, és megkeresem a Vocalizer Expressív hangprofilt. Ezzel kiválasztva majd a Mariska Fantázia névre hallgató beszédhangot. hangot. Tehát megnyomom a V betűt. V. Vocalizer Expressív egyári 6 per 7. Itt is van, nyomok rá egy entert. Mapa nézet lista nézet, adobe Audition 1,5 27 per 35 egy elem kiválasztásához. És már meg is van, amit kerestem, tehát így lehet, újra magyar beszédre bírni a Józunkat, nem kell megjedni, így ezt meg lehet tenni. Azt még fontos elmondani, hogy a bejelentkező képernyőn, ahol a Windowsnál bejelentkezés előtt jelszót vagy PIN kódot kell megadni, ott a Ctrl Caps es, S, illetve a Ctrl Insert S nem fog működni, tehát muszáj ezzel az Eloquence beszéd hanggal belépnünk, bejelentkeznünk, utána, ha megszólal a Jaws, akkor már tudunk váltani hangprofilt. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor osszák meg barátaikkal, ismerőseikkel iratkozzanak fel a WKE Youtube csatornájára, illetve a Berko Norbert Kukac .com címre megírhatják nekem észrevételeiket, illetve azt, hogy a legközelebbi műsorok valamelyikében miről szeretnének hallani. Köszönöm szépen viszonthálás!